Kedd délután az őszi könyvtári hét első felnőtt programján bemutatták Kurta János és Kurtáné Cselei Ágnes könyvét, mely a 100 éves a gyulai labdarúgás címet viseli. A sok képpel és táblázattal illusztrált kötet megjelenését komoly kutató munka előzte meg. Hatalmas munka volt, 21 hónapot fordítottunk rá, kutattunk könyvtárakba, levéltárba, múzeumba, interneten, mindenhol. Úgy érezzük, hogy sikerült összeszedni, amit szerettünk volna. Kurta János elmondta, több olyan időszak is volt a gyulai futball története során, mely kiemelkedőnek nevezhető. A háború után, az 50-es években, hát ugye előtte a gyét egy acca a két háború között, akkor is voltak nevesebb, éresebb játékosok. De a 80-as évek aranycsapatának nevezhetjük a 80-81-es csapatot, mely a 100 év alatt a legeredményesebb csapat volt, Kocsis Lajos irányvezetésével mondhatni. Az egycsoportos MB2-be második helyezett szerezte meg Óz mögött, és Óz jutott fel az első osztályba. Kurtáné Cselei Ágnes azt mondta, a gyűjtőmunka során sok érdekes történettel találkoztak, ezek közül számára a legkedvesebb Sal Istvánné volt. Itt volt egy volt kolléganőm, aki odajött hozzánk, mikor elkezdtük írni a gyűjteni az adatokat, azt mondta, hogy gyerekek, hoztam 15 képet, az édesapám Sal István fotballozott, és 29-től 53-ig voltak képek. Na, ő volt az, akinek találtam írását a frontról írt a csapatának, tehát nekem ez annyira tetszett, hogy még ott is a GTS csapatára gondolt. A könyvtári hét programjai péntek este egy író-olvasó találkozóval zárulnak.